Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Schwarz Dávid énekest. Üdvözöllek sok szeretettel. Én is sok szeretettel köszöntelek titeket, és köszönöm a lehetőséget. Akárhányszor beszélgetek veled, mindig rengeteg dolgot csinálsz, gondolom ez most is így van. A közelmúlt eseményeiről mesélj nekünk, kérlek egy kicsit. Igen, nos nagyon-nagyon sok minden történik jelenleg is velem, ami a legutóbbi és legfrissebb emlékem, ami egy hatalmas nagy projektnek a része, az a május 6-ai Illés Lajos emléktúrnénak a premier koncertje volt Kőbányán. Nos, a megkeresés az tavaly érkezett, ugye Illés Lajos családjától, gyermekétől, illetve unokáitól, hogy legyek ennek a projektnek a része. Többek között Varga Miklóssal, illetve Homonyik Sándorral, Kalapács Józseffel, és több tehetségkutatós kollégámmal, énekestársammal. És ennek a premierje, ez mondom, most volt ugye a Kőbányai Kulturális Központban. Egy egészen elképesztő estét tudhatunk magunk mögött, hiszen ezek a dalok annak idején rengeteget jelentettek a mi korosztályunknak, és az a célunk, hogy ezt most minél több helyre juttassuk. Úgyhogy a turné elindult, és ezt teszi ki most jelenleg az életemnek durván a negyedét, úgyhogy egy nagyon-nagyon megtisztelő feladat számomra az, hogy egy ilyen szép esemény részese lehetek. Milyen érzés volt látni a közönség reakcióit? Nos, ugye, ami először feltűnt az, hogy nagyon vegyes közönségünk volt a fiataloktól az idősebbekig, és mint kiderült, ugye direkt meg is kérdeztünk egy-két embert, hogy mi volt a véleménye. És amit a fiataloktól kaptunk választ, az egy ilyen, hogy mondjam, amikor az ember nyugtázza, hogy igen, elindult egy nagyon szép mozgalom. Tehát az volt a véleményük, hogy ők ilyet még nem kaptak és nem láttak, hogy ennyire tartalmas legyen egy dal. Nyilván lehet, hogy a szüleiken keresztül már megismerhették az Illés dalokat, vagy azokat a dalokat abból a korszakból, de azt mondták, hogy nagyon-nagyon köszönik ezt az élményt, és ez a célunk, hogy főként a fiatalokhoz jusson el az üzenet, amit annak idején Illés Lajos és az Illés zenekarit képviselt Magyarországon. Csak néhány dalt, hogy mik szólaltak meg a te hangodon? Nos, én többek között egy Kondzsuzsa dalt énekeltem, aminek az a címe, hogy Elszállt a nyár, illetve az egyik leghíresebb duettet énekeltük az Illés zenekartól, amit ugye Serfőző Amikóval énekelt annak idején Illés Lajos. Ez a Hogyha egyszer című dal, de elhangzott még a Valahol egy lány, az Ó kislány, tehát tényleg visszahoztuk azt az időt, és némiképpen új köntösbe bújtattuk, és mindannyian beleraktuk a magunk lelkét és mondani valóját, meg tapasztalatát, amit tényleg rá tudtunk tenni erre a dalra, és ettől lett egy kicsit más, mint a régi. Hogyan tudtátok összehangolni a próbákat, hiszen mindannyian nagyon-nagyon elfoglaltak vagytok? Nos igen, eleinte nagyon-nagyon nehéz volt, úgyhogy inkább ilyen részpróbák voltak, tehát hogy mit tudom, kettesével mentünk, vagy hármasával, de így az utolsó másfél hétet volt az, amit nagyon meghúztunk, tehát akkor tényleg mindenki igyekezett ott lenni, és voltak hosszabb próbák, ilyen 4-5 órás próbák is, úgyhogy igazából a koncert napjára minden flottul lezajlott, és nem volt bennünk nagy félsz, de hát azért ott volt mindenkiben az, hogy ugye ott lesz a család is, és nekik is úgymond bizonyítani kell idézőjelbe, de első pillanattól kezdve nagyon támogattak bennünket, és próbáltak segíteni abban, hogyan tegyük magunkévá a dalokat. Hogy milyen élethelyzetben íródott eszem azt a Volt egyszer egy lány, vagy a Valahol egy lány, és ez nagyon-nagyon nagyot segített mindenkinek, és tökéletesen magunkévá tettük a dalokat. Mi volt az a pillanat, ami úgy beléd égett, és sokáig megmarad? Sok volt, én többször is az est folyamán így küzdöttem a könnyeimmel, mert tényleg, amikor egy ilyen nagymúltú zeneszerzőnek a hagyatékát ennyire nagy odaadással ápolják a családja. És amikor megkapom az elismerést, már csak annyit is, hogy köszönjük szépen, hogy ennek a része vagy, az azért szerintem az egy nagyon nagy szó. És én azt gondolom, hogy tényleg szakmai életemnek egyik jelentős mérföldköve, amihez most elérkeztem.
és nagyon boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak az egyik szerves része lettem. Igen, mert ez egy nagy felelősség is, hogy egy ilyen nehéz terhet raknak rád, ugyanakkor elismerése is a munkásságodnak. Így van, és ez tényleg ez mindennél többet jelent. Hol lehet ezt majd hallani legközelebb? Nos, hát amit tudok, legközelebb Nyíradonyba megyünk a turnéval, illetve többek között még Körmendre fogunk menni, Békés Csabára, és a többi helyszín az most folyamatosan szervezés alatt áll, de hát tartalmas nyár lesz, az biztos. Erre már felkészített minket a család és a szervezők, de én nagyon boldog vagyok, hogy tényleg ennyire szépen beindulnak a dolgok. Az ország számos pontján ezek szerint akkor hallható lesz, de itt Szentendrén? Szentendrén egyelőre még ez is szervezés alatt áll, de most még nem szeretnék biztosat mondani, mert tényleg én is folyamatosan úgymond kajtatom a kis kapcsolataimat, hogy ki az, aki mondjuk erre vevő lenne, vagy hogy melyik helyszínre vigyük, de én azt gondolom, hogy megállná a helyét, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy sikerül Dűlőre jutni valamelyik kulturális szervezettel, és ezt elhozni ide Szentendrére, illetve Dunakanyarban már érdeklődtek iránta, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. De mindenképpen szeretnénk a Dunakanyarba is elhozni. Az a lényeg, hogy a nézők akkor lelkiekben már készülhetnek esetleg egy ilyen előadásra. Azonban itt Szentendrén nem sokára lesz egy bemutató, mégpedig május 27-én, aminek már komoly előkészületei zajlottak. Most hol tart a klip? Nos, hát ugye ezzel a dallal ugye az idei Eurovízióra készültünk, de sajnos nem került be, most nem szeretnék kitérni, hogy miért nem került be. Én egyáltalán nem keseredtem el, hanem úgy voltam vele, hogy ez számomra nagyon fontos dolog, nagyon szép üzenetet képvisel, és tényleg február 14-e óta zajlanak a felvételek, és most egy pillanat is mondom, hogy mikor, április végén fejeztük be a felvételeket, és már az utómunkák zajlanak, a vágás, illetve mindenféle effektezés, meg narráció, mert ugye egy nagyon, nagyon összetett videóklip lesz. Úgyhogy tényleg az utolsó simításokat végezzük a klipnek a készítésében, és baromira izgulunk mind a ketten. Ugye Turáni Gergely barátom segített a klip leforgatásában, illetve vágásában, rendezésében, és számára is nyilván ez egy nagyon nagy mérföldkő, és nagyon izgul, mert hogy elég sokan lesznek az eddigi visszajelzések alapján, illetve több neves énekestársam is el fog jönni erre a rendezvényre, hogy velem együtt legyenek, énekeljenek. Többek között ott lesz ugye Zalatnai Cinia, a fellépők között Csondor Kata, Eszes Viktória, aki szintén szentendrei, illetve Lelkes Renáta, plusz egy-két meglepetés vendég, de a közönség soraiban még Bíró Ica is el fog jönni. Még őt is kérdeztem, hogy nem lenne kedve énekelni, mint egykori metal lady, de mondta, hogy majd még meglátja. De számomra tényleg egy nagyon nagy dolog az, hogy ott lesz a klipnek az összes szereplője, az összes támogatója, akik segítettek mind helyszínnel hozzájárulni, vagy kiegészítőkkel, vagy sorolhatnám. És hát itt lesz mindenki, aki tényleg szeret engem, vagy követ úgy a pályám kezdetétől fogva, és ez egy nagyon nagy dolog számomra, egy nagyon szép gesztus. A dal címét azért mondjuk el. Most igen, a dal címe az ugye Miracle, ami annyit tesz, hogy csoda, és a klipnek a története is az apró kis csodákból fog felépülni, mert de próbáljuk azt az emberekben felébreszteni, hogy amikor tényleg csodáról van szó, akkor az emberek egyből arra gondolnak, hogy valamilyen elérhetetlen vagy ritka jelenés az, amit csodának lehet nevezni, de igazából azt szeretnénk sugallni ezzel, hogy minden egyszerű emberi érzésben ott van már a csoda, legyen szó kitartásról, boldogságról, vagy szerelmi csalódásról, mindig van feljebb, és mindig van újrakezdési lehetőség. Tényleg csak magunkba kell egy kicsit nézni, és megtalálni azt a pontot, amikor már bátran beszélhetünk csodáról. Mert az szerintem elég nagy csoda, hogy élünk, és minden reggel el tudjuk kezdeni az életünket. Ha jól súgtak nekem, akkor 3 szálon fut majd a klipben ez a csoda, hogy minden szegmensét bemutassátok az életnek, hogy mindenhol vannak csodák. Így van. 3 olyan élethelyzetet ragadtam ki a Gergővel, ami tényleg egy
így első ránézésre egy reménytelen helyzetnek tűnik, vagy egy sorsdöntő helyzetnek tűnik. Tehát nem szeretnék róla nagyon sokat beszélni, mert tényleg nem akarom véletlenül se lelőni a poént, de három olyan karakter, illetve három olyan életút kerül bemutatásra, ami egyszer csak jobbá változik, vagy kiteljesedik, vagy tényleg erősíti az emberekben azt a tudatot, vagy azt a hitet, hogy igenis mindig lehet jobb, és mindig lehet élni az álmainknak, és lehet küzdeni, vért izzadni, és csak hát igen, meg kell tenni, kell a szándék, és kell az akarat ahhoz, hogy az ember el tudja élni, amit szeretne. Bizony fontos, hogy higgyünk magunkban, de hol lesz ennek a bemutatója, és mikor? Nos, hát tekintve, hogy szentendrei származású vagyok, én ezt Szentendrére álmodtam meg, és a PMK-nak a színház termében láthatják a kedves érdeklődők, egy nyilvános rendezvény keretein belül, május 27-én este 8 órától. Ahol ugye rengeteg örömzene is lesz majd ennek kapcsán. Így van. És igyekeztünk úgy összerakni az est folyamán a dalokat, hogy valamilyen szinten kapcsolódjon a csodához, mind angol, mind külföldi nyelvű dalokat, illetve barátsághoz, úgyhogy egy nagyon színes és emelkedett hangulatú műsor fogja megelőlegezni a finálét, amikor ugye levetítjük a klipet. Most ez az egyik, ami meghatározza a jelenedet, de a jövővel kapcsolatban milyen terveid vannak? Nos, ugye ez egyik az Illés projekt, amiben ugye részt veszek, illetve nagyon nagy örömömre Malek Andreával dolgozhatok együtt most nagyon sokat a közeljövőben. Ugye a Voice-ot, hál' Istennek tényleg mondhatom, minden évben volt egy-egy közös megjelenésünk, teszem azt, ugye Bécsben is voltunk kint, illetve tavaly Budakalászon egy jótékonysági estet szervezett az Andi, ahova engem is elhívott. Volt már ő is nekem vendégem, és akkor most, május 14-én lesz szombaton egy koncertünk Lányfalun, ahol egy gospel misét fogunk előadni a református templomban. Ezt eddig csak Bécsben hallhatta a közönség, de most egyre több helyre hozzuk majd Magyarországra is. Többek között még Dunaharasztiban is lesz, illetve az Zemplén Fesztiválra készülünk. Úgyhogy az is egy eszméletlen műsor, igaz, egy kicsit más vonal, de számomra ez is egy nagyon meghatározó stílus, a szólzene, illetve a gospel. És mondom, tehát nagyon örülök neki, hogy ennyi szálon fut az életem, mert tényleg ez tart egyben, ez tart boldog helyzetben, tehát tényleg nem tudom leírni azt, hogy mennyire feltölt, és mennyire sok energiát tud adni az, ha ennyi mindent van csinálni. Nagyon teli van most az életed mindennel, de azok az emberek, akik a színpadon is szeretnének színházban látni téged, tervezel-e valamit? Nos, hát én terveznék, de egyelőre most nincs olyan projekt, amiben részt tudnék venni. De tervbe van véve természetesen, viszont most, hál' Istennek, eljött az a pontja az életemnek, amikor a saját arcomat, a saját zeneiségemet is meg tudom mutatni a közönségnek. Úgyhogy valószínűleg ez az év ennek a jegyében fog telni, de jövőre még bármit hozhat a sorst, és várom a lehetőségeket, meg hát azért tartom a kapcsolatot a színész kollégákkal, illetve a rendező urakkal, meg zenei rendező urakkal, és be kell valljam, hogy nagyon hiányzik egyébként az a közeg. Tehát fél évig Szolnokon voltam lent ugye a sztárcsinálók kapcsán a Szigligeti Színházban, és egy nagyon jó társulatot ismertem meg, egy nagyon, nagyon sok barátom lett ott. Úgyhogy lesz egy pár nap pihenés, amikor lemegyek Szolnokra is meglátogatni őket, illetve Szombathelyre a Jézus Krisztus Superstar kapcsán, ott is rengeteg kollégám van, akik folyamatosan rágják a fülem, hogy mikor jössz már hozzánk, és mondtam nekik, hogy amint van egy pici időm, akkor akár csak egy két napra, de le kell, hogy menjek, mert mondtam, hogy ezt igénylem, hiányoznak. Akkor azt hiszem, hogy lesz még miről beszélnünk a közeljövőben is. Minden esetre május 7-én akkor mindenkinek a PMK-ban a helye. Május 27-én, igen. Mindenkinek a PMK-ban a helye. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk a stúdióba, és mindezeket megosztottad velünk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Vendégem volt Schwarz Dávid előadó művész énekes. Nézőinknek köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! I don't know.